Sok-sok évvel ezelőtt a földművesek lyukat fúrtak egy fadarabba, és azt húzták fel a lábukra, hogy ne legyen sáros. A facipő ma sem ment ki a divatból, csak egy kicsit csinosabb külsőt öltött, de ugyanúgy készül, mint 100 évvel ezelőtt. Általában nyárfából készítik, mert könnyű megfaragni és nem göcsörtös, vagyis a hordása nem viseli meg az ember lábát. A nyárfát először is méretre vágják. A szakember igyekszik elkerülni a hibás részeket. Így születik a nyers munkadarab. Ebben a gyárban egy műanyag mintát használnak, hogy kialakítsák a klumpa formáját. Minden fazonhoz egyedi minta tartozik. Egy mozgófejes harántgyalú végzi el a duplikálásnak nevezett műveletet. A másológép karja körbe rajzolja a mintát, és a bal oldalon lévő fűrészlap pontosan ugyanazt a formát alakítja ki a fadarabból. Bár csak egy minta van, de a harántgyalú egy pár papucsot készít a két munkadarabból, ugyanis a két rönk ellentétes irányban forog, vagyis a végeredmény egy jobb és egy ballábas papucs lesz, mert a két cipő egymás tükörképe. Ezután a munkadarabok egy úgynevezett ikerfúrógép alá kerülnek. A középső rudat gazdának nevezik. A forgó alkatrész leköveti a minta belsejét, és a mellette lévő forgókések kialakítják a két klumpa belső felületét. Ezután megdöntik őket, hogy a mélyebben lévő területeket is ki lehessen faragni. Majd ezzel a szupermodern technikával távolítják el a forgácsot. Miután kiszáradt, lefűrészelik a cipők orrát, és alaposan átvizsgálják, nem maradt-e rajtuk valamilyen hiba, ami csak a száradás után válik láthatóvá. A korongcsiszoló kialakítja a sarkokat, és megadja a lábbeli végső formáját. Egy másik gép lecsiszolja az orrát. A gömbcsiszoló a belső részt simítja ki, nyomon követve a klumpa hajlatait és görbületeit. Egy szakember indigót helyez a cipőre és ráteszi a rajzot, majd ceruzával átmásolja a felületre. A megfelelő szerszám segítségével beleégeti a mintát a fába. Munka közben cserélgeti az égető fejet, és sűrűn változtatja a hőmérsékletet is. Így alakítja ki a megfelelő rajzolatot. Ez a minta a Michigan állambeli Holland városát jelképezi. Vízfestékkel kiszínezi a rajzolatot. Három lakréteg borítja a mintázatot, hogy ne kopjon le a használat során. A földművesek jobban kedvelik az egyszerűbb viseletet, de a klumpa rajongók oda vannak a bohókás változatokért. Azonban jobb, ha a munkát szakemberekre bízzuk, mert ők valóban értenek hozzá.